A középiskolások beszédművészeti vetélkedőjére számos középiskolából érkeztek tanulók az Adai Szarvas Gábor nyelvművelő napokra, összesen több mint 30 -an. A verseny ezúttal is két részből állt. A diákok először az önállóan választott szövegüket tolmácsolták, majd a helyszínen kapott szöveg kapcsán mondták el gondolataikat a zsűrinek. Én Csorba Bélának a Hek című kis prózáját mondtam el, Hát én nekem mindig az első szempontjaim, amikor prózát választok, hogy valamit átadjon a, a nézőknek, és valamit ö, magamból is. A háromtagú Molnácsikós László nyelvész egyetemi tanár, Raffai Ágnes színész és Verebes Krnácserika előadó művész alkotta. Döntésük értelmében az első helyezést a Bójai Tehetséggondozó Gimnázium tanulója, apró Alexandra érdemelte ki. A beszédre a mindennapokban szükség van, és arra, hogy ki tudjunk állni és elmondjuk valamiről a véleményünket, az mindig a hasznunkra fog válni. A második helyen Dimitrov Nikoletta, a Szabadkai Kosztolány Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, a harmadikon pedig Losonc Lia, az Entai Gimnázium tanulója végzett. Az artikuláció, a tagolás, a hangsúly és a kifejező erő mind-mind közel játszott a végeredmény kialakulásában. A kisebbségi körülmények között a mi diákjaink kevésbé bátran és gördülékenyen beszélnek, és hogy hát fölzárkózhassanak mondjuk az anyaországi diákok beszédéhez, azért indítottunk versenyt kihirdették a Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület által tavasszal meghirdetett a Nyelv Hatalma című pályázat eredményeit is, amelynek értelmében a középiskolások között Kovács Edina, míg a felnőttek kategóriájában Kordován Krisztina küldte be a legkiválóbb pályaművet. A Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok rendezvénysorozata sorozata pénteken az általános iskolások vetélkedőjével folytatódik, szombaton pedig tudományos tanácskozással zárul.